Ja, ez már biztos, hogy az, ja. Mi volt ez a hang? Aha, ott van valami. Kell a kulcs. Jaj, ne. Bazd meg. Kezdődik a fasság már megint. Nézzük. Hát a kard az mindenre jobb, erre is. Itt most csak az lett, hogy volt ideje bemérgezni. Nem tudom, nem jó ez a mész, szart nem ér. Lehet, hogy aztán a skill fejlődése miatt, nem tudom, de... A kard gyorsabb is. 33-as mondjuk a kard. Ez hányas? Bunkónak titulálja? Annak, nem? 13-as, azt tudja. Arányosan erősebbet? Uh-huh. Hát nem merek lemenni, bazeg. Jó, és felhúzom magam, azt mindjárt lemegyünk. Hát a baj, tele vagyok, mint a déli busz. Nem jó. Ja, most itt hiába. Esik az eső, bazd. Az anyádat! Neked is! Szia, Snifka! Nem az a baj! Nem így most jó. Bazzé, mi ez a hely? Csontvász trófeám az van egy csomó, az nem fog kelleni. Sáros törmelék halom. Várjál, ez valami cucc. Sárkánya, megpróbálom. Ócska vas.
Várjatok már, ez új anyag? Na bohócok, nem tudtok úgy... És itt van még a... Hogy megmondtam bazek, hogy tudtam, hogy a mocsárban lesznek méhek? Hát így legyen igazam, minden játékban ez van. Ide hallom a méheket. Ó, srácok, oké. Na gyertek! Kemény vagy nem vagy kemény? Jössz vagy nem jössz? De egyszerre jönnek már, hogy máshogy jöhetnének? Na. Uha. Jött a stamina. Automata lootra, beállítottam az automata lootot, mindent felszedek. Amúgy. Ez így nem lesz jó. Mi az, hogy nem védett? Baszik, hát ez egy lószar. Ott is van valami. Jaj, várjál, mert tudom mi a baj, a tűz. Én most mindenre vadászok, szia Hexilis amúgy. Nem, csinálom a játékot, csak izé... Várja, nem jó, bazd meg. Hol van még ellenség? Hat életben már.
Száradjál már meg! Ez az! Vin! Megoldom! Látjátok, saját külön bejáratú kriptám van! Azt a kú! Ennyi baj, Kovács mehet, mindjárt felrittyentek ide. Na, mehetünk. Ja. Ja, igen, ez az. Na, paraszt, hol vagy? Visszajöttem ám érted. De nem így, baszod! Na, bazdeg! Kettő az apátoknak a faszát. Már elnézést. Mi az, hogy kettő? Egy is elég. Ezek ott meg fognak ülni. Mi az, hogy kettő? Na, bohóc! Mutatom. Lépcsőz nem tud már. Ahhoz hülye. Nem kalimpász. Lóg a bele is amúgy. Na, így az igazságos. 1v1. Itt vagyok. Úgy. Figyeljetek, hogyha már harcolunk, akkor ezt igazságosan tegyük. Várjatok, csak itt valami nekem nem... Aha. Vasfejű nyíl! Akkor jó van. Mind megdöglenek. Csak most valamit ki kéne dobálni. Mit dobáljak ki? Kirakom a pitypangot, hogy tudok szedni akármikor. Sőt, ezt is kirakjuk. Ősi mag se kell már nekünk, ugye? Kell még? Ja, nem kell már, mert boss-t én nem akarok idézni még egyet. Azaz. Na, fett ez a fákjával se jobb a helyzetem. Sok. Túl sokkal. Sáros, na menj! Azt a páncélt tudom, mert semmi rajtuk van amúgy, mert látom, hogy ilyen sodronyink, vagy mi a szar van rajtuk. Mod, igen, aha, de szerintem tök frappáns így. Mert jobban áttekinthető az egész.
Itt a leírása a bossnak szerintem, srácok! Ez az! Az mi az? Az a csont? Itt egy lábszárcsont. Oké. Vegvizír csont tömeg. Ez az! What? Az hol van? Mi bazzik, ennyit kell menni? Jó, nem baj, legalább megvan a helye. Megvan a következő outpostnak a helyszíne. De kellene is a modokát, egyébként a teherbírás is már 6-szor, 66-szor ki kellett volna, hogy nem menjek. Semmi értelme nem, nincs az alapnak, én szerintem. Mert igazából ez egy adventure RPG játék mondhatjuk, és ennek ez a lényege, hogy tudjál benne menni. Adventure RPG túlélő kraftolós, ja. Így tudnám jellemezni egyébként, ha jól mondom. Nyílt, plusz nyílt világ, igen. Jó, megszedem magam, azt visszamegyünk a bázisra. Azt megnézzük, hogy mit lehet craftolni, meg mit nem. Itt eddig egyenesen jövök befele, mint a gép. Ebben minden van, bőrtől kezdve minden szűcs. Most nézem, hogy ebben minden van. Univerzális komposzt halom. Gyere! Ha perfect perizem, akkor csak 0,2 damage-et kapok, az lószar. Amikor nem perizem perfect, akkor viszont nagyon nagyokat tudok kapni, és ez nem jó. Oké, itt van lezárva. És itt még van ilyen erre. Viszont elmondom őszintén, hogy... Aha, ettől féltem én is, hogy... Nehogy már ne fénybe bányásszak. Gyorsabban töltődik talán a stamina is vissza így. Király.
Egyébként, hogyha most a diffuse-ot alkalmaznám, majd hogy mod nélkül játszanak, ide kéne egy ugyanolyan házat Kovács műhelyen mindennel felépíteni, mert ennyi nyersanyagot nem lehetne mozgatni, sehogy, hát hogy. Közvetlenül a bejáratba kellene építeni egy házat. Így meg is értem, hogy aki ezt diffuse-tal játszott egy több száz óra. PM-et nem lehet. Igen, igen, szóval, hogy de egyébként nem tudom, miért nem teszik alapjáraton élhetőbbé a modokkal a készítők, hogy rakják bele, tudod, a játékba, és így patcheljék fel. Szerintem sokkal jobb így. Mert alapjáraton a maga a játék koncepciója az kurva jó, mármint, hogy tényleg. Ezt, hogy felfedezed a világot, meg hogy megvan a cél, mert ugye van cél, nem céltalan, ez nagyon jó. Csak sokat kéne finomítani a játék módon. Mert igazából végülis a modderek megoldanak, úgyhogy végülis nem kell. Jó napot! Jó napot kívánok! Viszik a mamut lábszárcsontot, nem kell ez ide. Nekem viszont biztos valamire kell. Na! Várjatok, mi van? Itt lehet úszni? Na ez a rész, amit nem merek bevállalni se. Ez mi a szösz? Találtam ilyen láncot, haver. Új építő... Az na, itt az upgrade. Jó napot kívánok, mit kaptunk? Kaptunk ilyen kohófújtatót. Ez a következő szint. Zsír. Na, ez már valami. Kaptunk logó varástartót. Te király! Hát ilyet csinál... Az éve megcsináljuk, srácok, a portálterembe, föntre, középre, ez milyen faszán fog kinézni? Na! Ez tök menő! Hát ez nagyon király! Hexilis, én moddal megoldottam, hogy portálon átviszem a fémet, én ebben nem csináltam gondot, én nem tartom csalásnak, én egy játékbeli hiányosságnak érzem. Mert nehezen múljon már, hogy több száz órát kell menjek, mert úgyis itt azon megy el, hogy tudod megölni a bosszokat most. Amúgy ne spoilerezz. Megfulladhat. Ja, nem Hexilis, nem láttad a portált termet, megmutatom majd milyen, a tetején van egy lyuk. Majd ezt megmutatom mindjárt, visszamegyünk. Nem kell bantosztogatni, én megmondom csak, hogy ne spoilerezzen, rájövök, aztán ennyi, hát most nem kell ezért bantosztani. Tudom, hogy csak hülyeségből írtad, de akkor se. Barátian fogom fel, és abból nincs félreértés, mert ugye korábban nem barátian fogtam fel, és abból volt félreértés. Oké, na, megyek vissza a bejáratba, és talán még a másik irányba is lehet menni. Így van. Tipcsi, szia! Oké, és ugye el tudok menni jobbra, meg egyenesen, még itt körülnézek azért, hogy mi a helyzet. Jó, itt ahogy látom, itt már nincs semmi. És akkor még erre.
És akkor ez volt egy kripta, gondolom ilyen kriptából akkor van több, csak mindegyikhez kellett ez a kulcs. Ja, hogy itt egyébként semmi nincs, ugye? Csak annyi, hogy belejt a víz, ez hello. Ami mut... Érted ezt? Ja, a csontot, hogy a csonttal kell megidézni a bosst. Arra mondtam a spoiler, de annyira nem fontos. Ezt inkább csak úgy izé barátilag jegyeztem meg, nehogy fővedd nekem itt, mert aztán meg ne lázadjatok. Szia, Csuhi! Amikor van a víz mögött is terem, igen. Ja, de hát itt nincsen, itt biztos, hogy nincsen a víz mögött terem, mert itt az eddig tart. Meg a másik irányba is ott fal volt, mert gondolom víz alá nem lehet bemenni. Na, fiúk, lányok. Készen vagyunk, mehetünk. Visszamegyek most a kis falumba. Ezt igazából szét is szedhetem, nem? Mert itt ez már üres. Sőt, ezt be is jelöljük, hogy kripta. Jaj, nem jó. Bejelölöm ilyenne le. És át van húzva, és akkor ez már nekünk itt nem kell, ugye? Igazából. Alapanyagot nem hagyunk itt, nem vagyok hülye. Jaj, elbasztam. Bontás műveletekhez kell. Na. Most visszamegyek a házikóba, azt akkor megnézem, hogy miket tudok megépíteni. Csak azért mondtam, mert én megjártam, hogy nem szedtem. El mindent azt szedek Hexilis, mert elrakom ládába, de megértem amúgy, köszi. No para. Ezért mondtam, amikor mondom majd itt a jövőben, hogy ne spoiler, azt nem kell úgy venni, hogy én most itt megsértődtem, meg a, ne sértéstek se kell venni senkitől. Hát voltak ebből félreértések korábban. Én már nem szeretem azt, hogyha emberileg egymással konfrontálódunk, már nem azért vagyunk itt. Oké. Okay. Na igazából nekem azt szokott egyébként srácok betenni, amikor elkezdek egy játékot, mondjuk egy ilyen kiváltott játékot, ami ugye nem most jelent meg régi. Ti már ismeritek esetek többségébe ezt, és szeretitek is, én viszont még nem ismerek semmit, és ugye ahogy haladunk előre, az szokott olyan lenni, hogy akkor XY-ok mondják. Mondjuk mindenki mond valamit, hogy ez erre lesz jó, ebből azt fogod tudni lekraftolni, erre menjél, mert ott ezt találod, és akkor lényegében én itt ülök a gép előtt, és nem élvezem a játékot, mert nem én fedeztem fel, hanem elmondhatok mindent. És ugye nem egy ember, hanem mondjuk 10. De és én ezért szoktam célozni, hogy az azért nem jó, mert ha megunom, akkor meg utána meg hajlamos vagyok itt hagyni az egészet. Ugye annak az a hátránya. És ugye erről nem egy vagy nem két ember tehet, hanem ugye mit, mindenki akar segíteni egy picit, csak utána meg tényleg nálam annyi, hogy elmegy a felfedezés öröme vagy élménye, vagy hogy mondják. Meg boss fightoknál ugye, amikor megmondják, hogy így meg fogok halni, azt közben szanaszét perizom a bosst, aztán akkor így nézek, hogy mi van. Igazából lesz olyan, hogy meg fogok halni, viszont azt is kérem, hogy ne becsüljetek alá, mert azért próbálom a maxot kihozni mindig. Hát ez annak mondom, aki... A többséget megértem, hogy teljesen biztonsági játékot játszik mondjuk egy adott ilyen gamebe, hogy mindent is az utolsó pillanatig, mert még a házat is odaépíti a boss mellé. De engem ismertek, én szeretem a mechanikát kitapasztalni és úgy játszani. Mert akkor is, hogyha nincs nálam potion vagy akármi. Következő bossnál is meg fogom nézni, hogy mit lehet-e perizni. Ha lehet, akkor perizek rajta.
Bevállalok érte egy-két ütést, akár halált is. Nem tudom, hogy a következő boss milyen lesz, úgyis majd meglátom. Egyébként jó az a mocsaras rész, tetszik. Zoli bátya, köszi szépen a rejedet, sziasztok! Ú, Zolikám, máma megpróbálom beírni normálisan a nevet, baszki, mert megyek majd vissza hozzád később. Zeldázol még később? Szevasz, Angel! Hello, hello! Mi a pálya? Mi a pálya, Angel? Mi jót főzöl abban? Vagy mi volt az izé? Mit főztél? Tényleg, mesélj, te mindig jókat főzöl. Mi a mai menü? Este 8 körül fogok, Szabin vagyok, de be kell mennem dolgozni. Az derék, baszki. Kitartást akkor. Vannak meccsek már, vagy mi? Mondjuk még nincs szezon, nem? Vagy vannak? Most nem főztem, most a kenyerem kell. Hát végül is az is izé. Végül is akkor készítesz valamit, és kenyeret, az jó. Ennyi. Vin, sikeres mocsári felfedezés, part 1. Nem haltunk meg! Na, Hexilis, itt vagy, nézd csak, ilyen portálszobát csináltam. Mindjárt alszak, az világos, hogy jobban lehet látni, mert ebből most pont semmit nem lehet csinálni, vagy látni. És a lyukas a tetején, majd mindjárt ide kitalálom, hogy hogyan rakom föl ezt a utat, csak le kéne pakolni. Ja, értelek, értelek, Zoli. Na, így érthető. Várjatok. Hogy van? Ke az a szén meg bronz. Aha, szóval akkor ezért fog kelleni még a bronz. Oké. Okay. Jó, veszem a maradék rezemet. Kirakosgatjuk a ékszereket. Az ékszereket. Már van belőle pár darab. Azt mondja, hogy... van fenyőtoboz. Ez mi a szösz? Egy régi gyökér egy ősi facsomból egyszerre tűnik rugalmasnak és tartósnak. Ez nem tudom, mi a tökömre jó. Várjatok, van nálam gerebje. Nyírfacsemete, bükkfacsemete, fenyő, erdei fenyő, répa, egyelőre ebből biztos, hogy más nem kell. Megépítem gyors izéket még, a mélykaptárakat. Mi kell a mélykaptárhoz? Mindenem megvan, ami kell hozzá, nagyszerű.
Nice. Nem csináltam még egyelőre, de hát majd akarok. Csak az külön helyekre, mert vannak ilyen spotok, ahol például a disznók, találtam ilyen leírást, ahol disznók vannak, aztán nem akarom ide elcsalogatni, inkább ott helybe csinálok farmot portállal, azt az lesz majd a megoldás. Mi a pö... Ez elég szerú néz így ki. Oda utálom ezt. Gyűlölöm, hogyha valamit nem úgy tudok megépíteni, hogy szeretnék megépíteni, egyszerűen ki nem állhatom, bazeg. Most ez hogy néz már ki? Istenem, hogy miért nem lehet a közepére rárakni, te? Na mindegy, engedjük el. Jó, hogy jó lesz. Baj, hogy minden túl legyalok snifka, nekem ez egy problémám és minden játékba. Pedig nem szabadna. Na, ez így már alakulós lesz. Kész van a... Mondd mi, ezt kednek, látod? Ide vág a téma. Maximalista vagyok, főnököd imádna, de attól függ, hogy miről van szó, mert ha egy munkát kéne végezni másnak, nem biztos. Na várjál, van nekem egy ilyenem, elvileg ez működik, azt mondjátok? Meg tudtam tölteni a kupát, haló. Ez most mi? Meg van töltve a kupa. Oké, ha működik. Király. Tudjátok, mit csinálunk? Ilyen 75 életerős izét, cuccot. Kehozzál mána meg pitchpunk. Iri. Tizennyolc méz, kevés! Nem baj, innen most már majd a méztermelés az beindul, csinálok külön méhkaptáros épületet is szerintem majd. Azt mondja, 10 darabhoz mennyi kellett? 10 darab? Meg egy darab így pang, ugye? Madafaka. Közepes.
Ez az, nem? Nem tudom, fogalmam nincs, hát... mindjárt megnézem, mert most jöttem vissza. Szerintem nem tudok még csinálni. Úgy néz ki. Ó. Hogy állunk? 129. Fejleszteni? Mert ezeket lehet fejleszteni? Ja, itt van fejlesztés tényleg. Nem lehet. Na várják közben. True Viking. Na kérem, meg vagyunk. Gyors, megsütöm a kaját, ne foglalja a helyet. Pörgés van, ja, hát itt látod, megy a gazdaság. Dübörög. Mi a faszerjesztőn van, mi? Angel. A kurva, leégett a izé. Most egyébként gyors belenézek ide a dolgokba, hogy mi a helyzet. Mert itt most kaptunk pár új gyökérvért. Ez valami új cucc. Ah, várjál, ez valami íjász felszerelés, most nézem. Sebzés módosító, ellenálló VS szúró. Sebzés módosító, gyenge VS tűz. Ez mi a szar ez? Ja, hogy a tűzre érzékeny leszek benne, viszont ellenálló leszek az élszúró fegyverek ellen. Gyökérvért. Szed hatás, 3 rész gyökérpáncél. Ősi gyökerek segítenek összpontosítani az íj tudásodat, íjak plusz 15. Ez jónak tűnik. Gyökérnadrág. Gyökérmaszk. Egy ilyet craftolok, mert elfér, azt... szétcseszedem ezeket a szetteket, mert különböző, itt más statokat adnak, inkább majd azt megcsináljuk. Felfejleszt a maxra, az félre lesznek rakva. Menő, mit kaptunk még? Ez mit csinálok, bronzot?
Ide nem kaptunk lószart se. Pontosabban mindjárt megcsinálom a fejlesztést, mert ugye kaptunk fejlesztést. Hadd nézzem ezt. Bazeg. Csinálok egy áthidaló fát. Nézzétek csak úgy, hogy... Hát ez pont okádású fog kinézni. Nincs egy hosszabb. Ez meg rohadtul nem passzol oda. Nem tudom, hogy a többi fából miért nincs ilyen hosszabb egyébként, fogalmam nincs, érdekes. Így is. Mi? Hoho. Na, ne szórakozzál már. Ezt a kohós hülyeséget te. Na, jó napot kívánok. És elvileg kimegy a füst is, hogyha minden igaz, mindjárt bent maradok, azt megnézzük. Ki kell neki menni? Tökély, ott megy ki a füst. Na hát ez így tökély. Tökély, hát ez... Megvagyunk. És akkor van nekem itt olyanom, kaptunk ilyen fújtatót. Aha, csak ez kellene még lánc. Várjatok? Kaptam itt ilyen fémet. Mi volt ez az új fém, amit hoztunk? Rozsdás, de beolvasztás után újra... Ezt megnézem. Ezt beolvasztjuk, azt akkor kiderül. Oké. Okay. Jó, már látom. Megkaptuk a tervrajzokat, srácok. Azt a rohadt életbe. Hát innen a bázisra nem kell elmennem most egy évig. Annyi mindent adtak. Mi a szar? Az komoly. Nem, az kevés a cuccén szerintem. Jóval több kell ehhez, vagy nem? Bár nem biztos, mert ugye itt ez máshogy működik, mert a bronznál ott ugye az ötvözet, itt meg nem. Majd kiderül. De hát így mindenből tudok csinálni. Azt tudom, mit vegyek magamra. Várjatok, először is átnézem a dolgot. Ott vagyok a... Ugye... Kővágó barkács állomás. Ez mi a szar? Lehet kőből építkezni? Ezek szerint. Itt az üllő, kovács üllő. Kohó szerszámtartó. Ja, ez a forcs fejlesztő, meg ez is a kohó fejlesztés. Hány fejlesztés van ide? Itt van a vas
vassütőállomás, na ez tök jó, csak ez kell majd láncot szerezni. Ahogy látom, ugye ez volt kettes, ez meg már kettő, ez öt férőhelyes. És akkor szerintem mindjárt megnézem a bark ezt is, mert akkor oda is kaptunk szerintem fejlesztést. Mik ezek? Ketrec, padló, ez mi a szar? Hát ilyet hova raksz? Ó, milyen menő ez. Azta. Nem kell ide ilyen. Ez mi? Power slope. Mi az ilyen bevasalt faoszlop? Gondolom tartósabb arra, jó mi? Kőépületeket is csinálni, csak sok kő kell, hol... aha. Hát ilyen kőépületet nem feltétlen fog csinálni szerintem. Vagy hát majd úgyis kiderül. Na, kaptunk ide mindenféle ilyen... Kaptunk ilyen színes... Színes izé fényeket. Kéken égő vasfákja, beszarok. Menő. Na, ezek menők, ezek nagyon, nagyon jól néznek ki. Láttam egy videót, ahol a tag trollon kívül ketrecbe zárt szinte minden mobot, mobból egyet. Ja, hát én ilyeneket nem akarok. De egyébként izé, biztos fenn. Hát ugyanaz, ugye minden játéknak megvannak azok a játékosai, akik mondhatni egy játékban benne élnek. Az árkban is olyan épületeket láttam, hogy fú. Vannak ügyeskedők. Vannak ügyeskedők. Oké. Gyorsan megnézem majd ezért. Itt a fejlesztés, mindjárt. Nem kaptunk fejlesztést egyelőre. Üres. Hát nem sokára beindul majd a termelés, vagy csinálok külön egy méheknek egy ilyen benti valami épületet, vagy nem tudom. Hogy még faszább legyen nekik. Ja igen, ezt akartam átnézni, srácok, ezt gyors megnézzük, hogy miket kaptunk. Vagy szegecs, abból csinálok is egyet, mert új tervrajzok lesznek. Olyan gyorsan elpörgető, nem láttam. Páncéltartó, na az menő. Miket adott? Sárkány ágy. Hát ez majd farkasbőr kell, az a téli, az a fenti rész lesz. Az már biztos. Na, megerősített láda. Ez gondolom több férőhelyes, úgyhogy majd lehet, hogy ilyenre kéne cserélget. Hollótrón, hagyjad már. Ah. Na majd ez. Hát ez nagyon poén. Na, ide viszont nem rakok ilyet, mert itt fog majd dögleni a füstől. És itt van a páncéltartó állvány. Oké, fasza. Jó cuccok ezek. Na, mik vannak még? Vaspikkes melvért.
Zenélés alappáncél. Az úgy adja. Tartóság 1000. Na, ez lesz a következő páncélom. Vaspikes melvért. Nagyon menő. Ezt az íjászos páncélt meccsem, de csak lerakom, mert nem fog íjászkodni én. Szerintem. Vasfejű nyíl. Ez viszont nagyon menő. És akkor a bronz utcaimet le tudom bontani majd, mert a páncél se fog kelleni. Azt nem tartjuk meg. És akkor lesz egy csomó bronzom. Király. Vas fejsze meg vas csákány. Ezt a kettőt fogom most elsőnek megcsinálni, szokásos. A vas csákányt és a vas fejszét. Ó, itt van vadászi. Nagyon menő. Vas buzogány. Ebből is csinálok egyet majd. Most kezdésnek szerintem a vas kard lesz még, amit csinálunk. Ja, meg... kerekpajzs, ez a vas? Aha, ez a vas. Hű. Nagyon király. Vas kard, hát az nagyon kell. Na, ezért tetszik ez a játék egyébként. A fejlődés, ez jó benne. Na, mennyi van még nálam ebből? Ó, még van szarásig. Kihasztam egy csomó vasat úgy, hogy igazából... Szerintem le is tudok majd mindent gyártani. Viszont srácok, elmegyek ebédelni. Visszaértél, Tibi, most elmegyek ebédelni. Délután, srácok, lesz egy új játék. Pontosabban úgy új, hogy az előző hónapban jelent meg, nem egy nagy játék, ilyen kis játék, kis kiadótól. Kaptam egy kulcsot hozzá. Szeretném bemutatni, lehet, hogy máshol már láttátok, ez egy platformjáték. Nem az, amit beírtam a DC-re, mert azt véletlen összekevertem a két játéknak a címét. Aztán megnézzük, hogy milyen, és akkor utána még lehet, hogy közben lesz majd játékváltás, lehet, hogy folytatom ezt is, de az is lehet, hogy Darkest Dungeon-ezünk még egy kicsit. Ezeket nem ígérem biztosra, az biztos, hogy délután lesz egy új játék, amit így megnézünk. Akit érdekel, várom szeretettel. Aztán ezt meg majd azért offline itt, annyit fogok csinálni offline, hogy beolvasztom a fémet, hogy ezzel ne menjen a stream idő.